Köszöntöm a nézőket, Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhetet látják, október 30-án, hétfőn este 19 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. Idén 50. alkalommal rendezték meg a Kazinci napokat Sátoraljaújhelyen. Iskolai előkészítő foglalkozásra várták a nagycsoportos óvodásokat a Sárospataki Református Kollégium általános iskolájában. Minden szentek és halottak napja, több száz hozzátartozó érkezik a napokban a Sátoraljaújhelyi városi temetőbe. 50 éve színesíti Sátoraljaújhely oktatási palettáját a Kazinci Ferenc általános iskola. Az oktatási intézmény első tanéve az 1973-74-es volt a jelenlegi épületében. Ennek egyében idén 50. alkalommal rendezték meg a Kazinci napokat is, amelynek keretében színes programokkal, betélkedőkkel, múzeumi látogatással igyekeztek színessé varázsolni a pedagógusok tanulóik számára ezt a hetet. A 2. számú leányiskola a mai kereskedelmi technikum épületében működött 1948 után. Az iskola 1960-ban felvette Kazinci Ferenc nevét és vegyes iskolává alakult. A városban megnövekedett a gyermek létszám, mely szükségessé tette, hogy újabb általános iskolát hozzanak létre, így 1973-ban, pontosan fél évszázaddal ezelőtt készült el a Kazinci Ferenc általános iskola mai épülete, melybe az intézménynek a neve továbbvivő része be is költözött. A korábbi helyén pedig egy új intézmény kezdte el működését, mely később a Jókai Mór utcába költözve felvette az író nevét. Idén már 50. alkalommal tartották meg a Kazinci Napok nevű rendezvénysorozatot a Deák utcai iskolaépületben, mely változatos programokkal üli fél jubileumát. 264 éve született Kazinci Ferenc, és ezt mindig Kazinci hetet tartunk, hogy nagyon-nagyon sokféle program, a játékos, versenyek, múzeumban jártunk kint, szép halomba, múzeumpedagógiai foglalkozások. Igyekezzük ezt az 50. évet még hangsúlyosabbá tenni, hogy a gyerekek tudják meg, minél többet tudjanak meg a névadójukról, az iskola névadójáról. Szerdai nap folyamán kezdődtek a Kazinci napok az iskolánkban. Az alsó tagozatosok kis vonattal látogattak ki a Magyar Nyelv Múzeumába, a felsősök pedig Kazinci lábnyomán tették meg azt az utat, amit ő is nap mint nap megtette annak idején, és a nyelv múzeumban múzeumpedagógusok segítségével különböző foglalkozásokon vettek részt. Csütörtökön az alsó tagozatosoknak anyanyelvi verseny volt, a felső tagozatosoknak pedig szépíró verseny golyóstollal, és az ügyesebbeknek pedig lúttollal volt lehetőségük próbálkozni. A tanárok számára a névadó személye nem csupán egy felírt szókapcsolat, hanem igyekeznek Kazinci Ferenc szellemében az anyanyelvünk ápolására ösztönözni a gyermekeket. Azon túl, hogy Kazinci Ferenc általános iskola vagyunk, én különösképpen mint magyar szakos tanár nagyon fontosnak tartom azt a feladatot, azt a útravalót, hogy úgy mondjam, a gyerekek számára, hogy szépen, jól, helyzetnek megfelelően használják mindig anyanyelvünket. A hét utolsó napját egy halloweeni mulatsággal zárták le az iskolában. Az új tanévben első alkalommal iskolai előkészítő foglalkozásra várták a nagycsoportos óvodásokat a Sárospataki Református Kollégium általános iskolájában. Kézműveskedés, diavetítés és robotikai bemutató is várta az intézmény iránt érdeklődő gyerekeket és szüleiket. Akik most nem maradtak, azoknak sem kell szomorkodniuk, hiszen az oktatási intézmény még további 3 alkalommal nyújt majd lehetőséget a családoknak arra, hogy megismerjék az itt folyó oktatási nevelési munkát. 3 helyszín, egy tucat kedves pedagógus és kellemes kikapcsolódás. A Sárospataki Református Kollégium általános iskolája idén is különböző programokkal várja az iskolaválasztás előtt álló óvodásokat. Minden évben a nevelőtestületünk nagy örömmel és várakozással készül ezekre az alkalmakra. Így van ez ebben a tanévben is. Ezen az éven 4 foglalkozást hirdetünk meg, ez a mai az első. Az ősz témakörében szervezzük ezt a mai napot, mai délutánt. 3 helyszínre várjuk a gyerekeket. Az első helyszín egy időutazás lesz a mesék világába, ugyanis diafilm segítségével tekinthetnek a gyerekek meg magyar népmeséket.
A második helyszín pedig a mai modern kor világába repíti el a gyerekeket, hiszen a robotikával ismerkedhetnek meg, és robotokat irányíthatnak, sőt, még kincseket is kereshetnek velük. A harmadik teremben pedig kézműves foglalkozás várta a gyerekeket. Még ezen felül három alkalommal várják az érdeklődőket. A második alkalomra december 13-án kerül sor, ez már az advent időszakában lesz, és a téli évszakhoz kapcsolódóan lesznek foglalkozások. A harmadik alkalom február 21-én, ahol már a tavaszt köszöntjük, és a farsanggal a telet búcsúztatjuk. A negyedik alkalom pedig a szokásos mesedélutánunk lesz, amikor már konkrétan a szülőket, úgynevezett szülői értekezletre várjuk, és a gyerekeket még egy utolsó kis foglalkozásra. A beiratkozási alkalmunk pedig április 18-án és 19-én lesz. A tanári kar úgy gondolja, az iskola feladata nem csupán az oktatás, hanem több annál. A nevelői munka is épp oly fontos, mint az oktatói. Az iskola csak nem fél évezrede áll fenn, ezért nagyon fontosak számára a református hagyományok és értékek. Minden szentek és halottak napja időszakában a szokásosnál többen látogatják a temetőket, hiszen a november 1-e és 2-a az elhunyt szeretteinkről való megemlékezés időszaka Magyarországon. A sátoraljai újhelyi köztemetőt üzemeltető cég is nagyobb odafigyeléssel fordul ebben az időszakban a sírkertbe látogatók felé. Munkatársaik eligazítást, segítséget nyújtanak szükség esetén a sírkertbe érkezőknek, ugyanakkor arra kérnek mindenkit, hogy a balesetek elkerülése érdekében ne támaszkodjanak a sírkövek fejfájának, illetve csak azok hajtsanak csak be járműveikkel a temetőbe, akik mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkeznek. 2023-ban november 1-e, azaz minden szentek ünnepe szerdára esik. Éppen ezért sokan, kiváltképpen a távolabb élők nem is napján, de az előtte vagy az utána következő hétvégén keresik fel a sátoraljai újhelyi köztemetőt, hogy virággal, mécsesekkel emlékezzenek eltávozott szeretteikre. A temető üzemeltetését végző cég ebben az időszakban igyekszik odafigyelni arra, hogy a látogatókat rendezett körülmények fogadják, és szükség esetén segítséget is nyújtanak a sírkertbe érkezőknek. Már az elmúlt hetekben megnövekedett a temető látogatók száma itt helyben, Sátoraljaújhelyen is, ezért igyekszünk odafigyelni arra, hogy a szemétlerakó helyeket folyamatosan ürítsük, a leveleket összegerebjéztük, ahogyan tudtuk, igyekszünk összehangolni a temetéseknek a lebonyolítását, illetve a helyi egyházaknak a megemlékezéseinek lebonyolítását. Kollégáink a munkaszüneti napokon is kint lesznek itt a temetőben, hogy eligazítást adhassanak a temető látogatóknak. Mindezen túl az üzemeltető a temető látogatókhoz is kéréssel fordul a balesetek elkerülése érdekében. Egyrészről óvatosságra inti a gyalogosan a sírok között közlekedőket, másrészről az autósokat. Dudás László elmondta, a mozgáskorlátozott igazolvánnyal érkezőket a cég munkatársai járművel is beengedik a kapun, azonban a szerencsétlenségeket elkerülendő, senki ne nyissa ki a nagy kaput saját maga, ha az zárva találja. Minden szentek és halottak napja időszakában ugyanis sokan érkeznek a temetőbe. Temető nagykaput, ha zárva találják, az nem azért van zárva, mert nem akarjuk őket beengedni, a mozgáskorlátozottak be tudnak jönni. A temetőn valamelyik dolgozónk be fogja őket engedni, de vigyázni kell mindenkinek a testi épségére. Ilyenkor elég sok a temető látogató, nehogy valaki esetleg a gépkocsi elé lépjen, aztán nagyobb baleset történjen. Arra kérném még a temető látogatókat, esett az eső, sírok között sár van, csúszik a terület, ne kapaszkodjon senki a sírkövekbe, mert az nagyobb balesetet tud okozni. Minden éven történik ilyen baleset, ezt szeretném, hogyha elkerülnék. A temető látogatók ezzel is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy mindenki számára kegyeletteljes legyen a megemlékezés minden szentek és halottak napja ünnepéhez kapcsolódóan. Fehér vagy színes, szálas vagy cserepes, mindenki találhat az igényének megfelelő virágot a sátoraljai újhelyi piacon. A termelők a tavasztól kezdődően készülnek a minden szenteki időszakra, hiszen a krizantémok természetesen hosszú időt és sok gondoskodást igényelnek. Ahogy az elmúlt időszakban minden drágult, úgy a virágárusok is kénytelenek voltak árat emelni.
Hazánkban az emlékezés virága a krizantém. Legtöbb ember ezt a növényt választja, amikor szeretteinek nyughelyéhez készül a temetőbe. Minden szentek halottak napja előtt a sátoraljaújhelyi piac rendre megtellik azokkal a termelőkkel, akik vágott és cserepes virágokat kínálnak. Ez a legfontosabb időszak ebben az évben, tehát a virágtermesztés szempontjából. Vannak tavaszi virágok is, ez az őszi virágok ilyenkor. Ugye hát mindenki ilyenkor veszi ezeket a virágokat is. Hát lényegében ez a fő, a legfontosabb része a virág, az őszi virágoknál a minden szentek és az előtte levő időszak. Az országban itt a legolcsóbbak a virágok. Már ha Miskolcra megyünk, ott már ennek a duplája is, vagy akár a triplája. De igen, emelni kellett az árakon, de hát ugyanúgy, mint ahogy mindennek emelkedik az ára, és sajnos a virágnak is. A virágtermesztők egyik legfontosabb időszaka a minden szentek, hiszen több hónap munkájának eredménye érik be ilyenkor, hiszen ahhoz, hogy minden szentekre szép krizantémok nyíljanak, már tavasztól folyamatosan kell gondoskodni a növényekről. A termelők eltérő módon rendezkednek be. Vannak, akik szálas és cserepes virágokkal is készülnek november 1-ére, de olyanok is, akik kizárólag vágott, vagy csak cserében nevelt krizantémokat kínálnak. Már 40 éve foglalkozunk a virágtermesztéssel, nagyon nagy mennyiséget szoktunk csinálni. Igen, fontos a minden szentek, úgyhogy úgy látjuk, hogy a vevőink is kedvesen szeretettel fordulnak felénk, és nagyon sokan látogatnak minket. Úgy vesszük észre, hogy a cserepes növényeket nagyon szeretik. Azt hiszem, hogy az ára is kedvezőbb, mint a vágott növényeknek. Az idén egy kicsit kevesebbet vásárolnak az emberek, de még mindig meg vagyunk elégedve, és azt hiszem, hogy az áraink megfelelőek szerintem a nagy közönségnek. A kínálat bőséges krizanténból. Az egyszerű fehértől a rózsaszínen át a sárgáig sokféle színben pompáznak a növények. Az áruk pedig széles skálán mozog. Egy szál virágot legolcsóbban 250 forinttel lehet megvásárolni, de 7-800 forintba is kerülhet egy-egy krizantém. A cserepes növények ára mérettől függően 300-tól 5000 forintig terjedhet. Hát az árak egy kicsit magasak az én nyugdíjamhoz viszonyítva, de hát Istenem, amennyit kérnek, ilyenkor muszáj megadni, mert van lelki ismeret. Az élő virágok mellett ebben az időszakban sírdészekből, sejemvirágokból és mércsesekből is bőséges a kínálat a sátoraljaújhelyi piacon. A múlt év sikerén felbuzdulva idén is halloweeni bobozásra várták az érdeklődőket a sátoraljaújhelyi Zemplén kalandparkba. A magas hegyi turisztikai központ akár már ünnepi díszbe is öltözhetne, azonban az első ilyen látványos átalakulás az ijesztő jelmezekkel és díszletekkel a Halloweenhez kötődik. Az ország leghosszabb pályáján nem csak a boszorkányokra kellett figyelniük a vendégeknek, hanem arra is, hogy a sötétben nem bújt-e el egy farkas. Ezeket a meglepetéseket már az előző éven is nagy siker övezte. Az előző éven indult el az a programsorozat a sátoraljaújhelyi Zemplén kalandparkban, ahol nem csak hogy éjszakai bobozásra várták a vendégeket, hanem megfűszerezték az élményt minden látványos és bizony néha ijesztő elemmel. A hagyományteremtő eseményre mindenkit vártak, kicsiket és nagyokat egyaránt, így tetoválás, falmászás és figyelemfelhívó fényekre is számíthattak, az adrenalinra vágyók Halloween éjszakájához közeledve. Már hagyományjá kezd válni a Halloween itt a Zemplén kalandparkban. Itt az alsó állomáson készültünk arcfestéssel, falmászással, van boszorkányfőzetünk, boszorkány istálunk is, hogyha már jól látom, lehet a seprüket is használni, itt a használt seprüket, valamint a bobon különböző effektusokkal, élményekkel, és még különböző izgalmas dolgokkal várjuk a kedves vendégeket. Az estét színesebbé azt tette, hogy a kalandpark munkatársai a Mászófal Központ minden szegletét díszítették. Egy-egy ijesztő bohóc vagy a már említett boszorkány parkoló is rendelkezésre állt. Kőrösi Ádám ezzel kapcsolatban elmondta azt is, hogy az előző éven nagy sikere volt az erdőben elbújt farkasnak, így most is vigyázniuk kellett a vadállatokkal, az arra bobozóknak. Ezek mellett pedig a következő időszak programjairól is beszélt az igazgató.
Azért vigyázni kell a farkasokkal itt az erdőben, mert mostanában eléggé itt vannak a közelben, úgyhogy természetesen lehet számítani ilyen dolgokra az erdőben. Mindenképpen tervezünk majd borvacsorát is, az is volt már korábban, és hát ha, természetesen ahogy az idő engedi, még éjszakai bobokat is szeretnénk csinálni, hiszen hogyha tényleg marad idén november tájékán a jó idő, akkor mindenképpen azt is így időjárás függvényében meg szeretnénk szervezni. A Halloween party idén is kétnapos volt, így pénteken és szombaton is lehetőség nyílt az éjszakai bobozásra, valamint a legügyesebb falmászókat cukorkával jutalmazták a kalandpark munkatársai. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer főbb híreinket egy-egy mondatban. Idén 50. alkalommal rendezték meg a kazinci napokat Sátoraljai Újhelyen. Iskolai előkészítő foglalkozásra várták a nagycsoportos óvodásokat a Sárospataki Református Kollégium általános iskolájában. Minden szentek és halottak napja, több száz hozzátartozó érkezik a napokban a Sátoraljai Újhelyi Városi Temetőbe. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel a megszokott időben, holnap este 19 órakor várjuk Önöket. A viszontlátásra!